Köszöntöm nézőinket! Először lássuk, hogy miről lesz szó a mai híradóban. Csató Kata lett a Kulturális Központ új ügyvezetője. Egészségnap volt a V8-ban. Egyhangulag fogadták el a képviselők Csató Kata pályázatát, és választották meg a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. Ügyvezetőjévé a legutóbbi ülésükön. Csató Kata több mesejáték rendezője és szereplője. 1996 és 2000 között stúdiót végzett és játszott a Kolibri Színházban, Nemes Nagy Ágnes Borsnéni című mesejátékában. 98 és 2000 között színésznőként dolgozott különböző magyar színházakban. Publikációi jelentek meg különböző folyóiratokban. 2010-ben megkapta a legjobb gyerekelőadás díját. Szentendre város képviselőtestületének valamennyi tagja elfogadta pályázatát a Kulturális Központ Nonprofit Kft. Ügyvezetői posztjára. Nagyon jó pályázatot adott be, nincs is semmi kifogásom a Csató Kata ellen, se pró, se kontra. Arra szeretném csak felhívni a figyelmet, hogy a 11. oldalon van itt egy kis furcsa időutazás a pályázatba. Tehát nincs személyével semmi gondom, megint az eljárás a probléma. 11. oldalon megnézzük, hogy ugye a Kft. Teljes működése jelentős segítséget jelent a kulturális közmunkások foglalkoztatása tekintetében, és a részvételi szándékot január 25-ig kell jelezni, vagyis a határidő rendkívül szűkös. Ez van leírva egy olyan pályázatba, aminek a pályázati kiírása, a kiírás szerint március 4-ei. Tehát a március 4-én lett kiírva a pályázat, és a pályázó beleírta, hogy nagyon kell sietni, mert január 25-ei a határidő, akkor valamit tudott, jövőbe látott valószínűleg tartom, ami nagyon jó egy pályázó részéről, ha jövőbe lát. Én azt mondom, hogy ezt tartsa meg, ezt a prima készségét, vagy képességét, ezt a jövőbelátást, és köszönöm szépen, ennyi lett volna a megjegyzésem. Előzetesen szeretném a csapatunk támogatásáról biztosítani a Csató Katát, de kikiváltkozik belőlem, és ezt a bizottsági ülésen is elmondtam Katának, hogy én hiányoltam az alkotóművészek, illetve az alkotóművészeteknek a nevesítését a pályázatában. A előadó művészetek szépen ki vannak emelve, és a város kulturális életének a előadó művészeti oldala az gyönyörűen működik. A képzőművészetek oldaláról én nem láttam semmilyen tervet. Erre kaptam egy olyan választ a bizottságban, hogy ezt majd a Ferenci Múzeum fogja irányítani. Ettől függetlenül szívesen láttam volna a pályázatában egy ilyen irányú megjegyzést, vagy egy részletesebb kifejtést, illetve nem láttam a Szentendre és Vidéke újságnak a továbbvitelével kapcsolatos terveket, ott egy rövid, egymondatos vagy másfél mondatos kitétel van, erről is szívesen olvastam volna valami bővebb kibontást. Ennek ellenére, mint mondottam, támogatjuk az ő pályázatát. Köszönöm. Csató Kata, a Kulturális Központ Nonprofit Kft. Új ügyvezetője válaszolt a felvetésekre. Én is köszönöm szépen az észrevételeket is, és a felvetéseket is. Szeretném előjáróban megjegyezni, hogy még egyszer köszönöm szépen a lehetőséget, hogy esélyt kaptam a városban, hogy megmutassam, hogy mit gondolok a Kulturális Kft.-ről, és hogy mit szeretnék itt létrehozni, illetve milyen irányba szeretném a kultúrának az előadó művészeti területére vonatkozó részt vezetni, mert továbbra is úgy gondolom, hogy akkor, amikor ez a képzőművészet és az előművészet együtt működött, akkor mindig valamelyik oldalnak a kárára ment. Tehát az, hogy ez most szétválasztásra kerül, én abban bízom, hogy sokkal jobban tudunk koncentrálni ahhoz a szakterülethez, amihez értünk. Itt gondolok a programszervezésre, gondolok az közművelődésre, és gondolok a mozi működtetésére, és természetesen ebben benne van a SZEVI. A SZEVI-vel kapcsolatban szintén el tudom mondani ugyanazt, amit a két nappal ezelőtti bizottságülésen elmondtam, hogy folyamatosan együtt dolgozunk Solymosi Helénával azon, hogy a SZEVI még inkább tudja azt, amire a
a város lakóinak szüksége van, még nagyobb körben és még pontosabban jusson el minden felhasználóhoz, és a jövőben ne történhessenek meg olyan elírások, akár ilyen, mint a pályázatomban, akár olyan típusú elírások, ahol nevek vagy dátumok rosszul szerepelnek. Tehát nyilván ezen folyamatosan dolgozunk, és törekszünk rá, hogy a SZEVI is minél pontosabban és jobban meg tudjon jelenni. Az anyagomhoz még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy én nem hiszem, hogy bármit szégyelnem kellene. Egy megkeresés történt, és erre én reagáltam egy írásos anyagban, és azt próbáltam megfogalmazni, hogy hogyan lehet ezt a dolgot, ezt a KFT-t jól úgy összefogni és úgy vezetni, illetve hogyan lehet a jelenlegi helyzetet úgy realizálni. És ezt a pályázatot, ezt meg is pályáztuk, és meg is nyertük, és már dolgozik is nálunk ez a személy, aki közmunkásként besegít, illetve önkéntes munkákat vállal, és azt gondolom, hogy nagyon hatékony már most a jelenléte, és majd próbálkozunk még ezt a számot növelni. Tény és való, hogy a dátumot ki kellett volna vennem a pályázatból. Köszönöm szépen, hogy felhívtál rá figyelmemet, a jövőben megpróbálok még jobban odafigyelni. Csató Kata egy kérdésre válaszolva elmondta, hogy szándékában áll a Szentendre táncegyüttessel is együttműködni a továbbiakban. A színész rendező pályázatát egyhangulag szavazta meg a képviselőtestület. Ismeretlen személyek a Szentendrei Pest megyei könyvtár nevében könyveket vásárolnak tulajdonosoktól. Olvasható az intézmény szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. Feltételezhetően a könyvvásárlás csak ürügy, hogy bejussanak a lakásokba és közben feltérképezzék a helyszínt. Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a Pest megyei könyvtár nem vásárol fel könyveket magánszemélyektől, és nem adott ki ilyen irányú hirdetményt. Egészségnap volt a V8-ban szombaton. A már hagyományos rendezvényen ingyenes szűrővizsgálatokon vehettek részt az érdeklődők, valamint tájékozódhattak az egészséges életmódról, táplálkozásról és akár vért is adhattak. Számos programmal várt minden érdeklődőt a V8 Uszoda és Szabadidőközpont hétvégén az egészség megőrzés jegyében. Különféle ingyenes szűrésekkel, vizsgálatokkal, bio-gluténmentes és cukormentes élelmiszerek kóstolójával, vásárával várták a látogatókat. Miért fontos az egészségem? Itt vagyunk a sógornőmnél, és hallottuk ezt, hogy van ez a vizsgálatok és ingyenes vizsgálat, és eljöttünk a férjemmel. Engem most konkrétan a csontsűrűség érdekelne, mert azt régen akartam már csináltatni, de aztán nem sikerült. Otthon ön hogy figyel az egészségére, mit tesz meg azért? Én szerintem, amit csak lehet, próbálok egészségesen élni, kontrollálom az egészségemet, tehát járok orvoshoz. Magas vérnyomásom van, de ez mind kezelve van, tehát folyamatosan járok kontrollra. Étkezés, táplálkozás terén milyen? Hát próbálom beépíteni azt, amit hallok a tévében. Tehát zöldségeket, meg ilyesmit, bár nem látszik rajtam, de azért próbálom, hogy több gyümölcsöt, meg rostot tegyek, meg ehhez hasonlót, most a zabot bevettem a étkezésembe, hát hogy aztán majd mit fog segíteni, nem tudom. A lúdtalp tornát is kipróbálhatták az egészségnap résztvevői. Különféle tájékoztatást kaphattak a lúdtalp kezelésével és megelőzésével kapcsolatban ingyenesen. Negyedik-ötödik alkalommal kértek fel arra, hogy részt vegyek ezeken az egészségnapokon, és mindig nagy szeretettel jövök ide, és várom a kedves érdeklődőket, hogy minél többeket tájékoztathassunk arról, ami igazából nem kerül semmibe, minden nap otthon különösebb költség nélkül elvégezhető, és kis kitartást igényel. Hát nagyon sok lábdeformitás van, és sajnos az a tapasztalat, hogy már csak akkor fordulnak orvoshoz, akkor mennek segítséget kérni, amikor ez fájdalmat okoz, pedig nagyon sok esetben ezek megelőzhetőek lennének. És ugye ez is célja többek között az ilyen egészségnapoknak, hogy felderítsük még idő előtt az esetleges deformitásokat, itt nem csak a lúdtalp, hanem sok más egyéb statikai dologra is fény derülhet, ha a lábról beszélünk. És az időben felderítve, ugye fájdalom és mindenféle
szövődmények, fájdalmat megelőzhetünk, és a szövődmények is elkerülhetőek. Mindenképpen jó, ha ez indokolt, akkor egy passzív alátámasztás, amely egy jó talpbetéttel megoldható. Nagyon jónak tartom a masszást, ami ugye az, akár az egész testre jó hatással lehet. Ezt tudjuk, hogy a talpon keresztül nagyon sok mindenre hatást tudunk gyakorolni, és hát a magam részét, mint gyógytornász, mondanom kell azt is, hogy a tornával ugye megerősítjük azokat az izmokat, amelyek megnyúltak, a megrövidülteket erősítenünk, a megnyúltakat erősítenünk, a megrövidülteket pedig meg kell nyújtani ahhoz, hogy nagyjából élettani állapotot érhessünk el. Évről évre egyre több gyermek jön a szüleivel, sok fiatal és középkorú látogat el erre a rendezvényre, az idősebb korosztályon kívül is. Ugyanaz a lakossági körből merítettünk, akiket megszólítottunk, résztvevőket, de nagyon örömmel szolgál, hogy nézem, hogy gyerekek is vannak, most már hoztak szülők például a tapvizsgálatra, luttapvizsgálatra gyerekeket, ami nagyon jó. Annál is inkább, mert az előbb hallottam Török Bárnak, gyógytornászunknak a riportját, amit egy fontos dolgot nem mondott, ami valószínűleg rám vár, hogy ugye mi évek óta tesszük iskolákba a luttaptornát gyerekeknek. Például a Rákóczi Egészségnapon rendszeresen, talán kétszer évente, de minden alsó tagozatú gyerek megkapja a luttaptornát, hogy hogy kell ezt csinálni, ami nagyon fontos. Ezért örülök most a gyerekeknek, tehát valószínűleg van ennek a marketingnek hatása. Másrészt meg hát egyrészt most látok sok új arcot, és nekem azt tetszik, hogy fiatalabbak is jönnek. Tehát korábban az idősebb korosztály jött, most a reggeli etapba elmentek az idősebbek, és most jönnek a középkorúak, fiatalabbak, aminek nagyon örülök. Nagyjából ugyanazok a vizsgálatok, az allergiaszűrés, szájüregi rákszűrés egybe, a bőrgyógyászunk, ez a Szentendrei Rendelőintézet orvosait kérjük fel az idén is, hogy végezzék el a bőrgyógyász melanoma szűrést végez. Csontsűrűség vizsgálat van, aminek mindig nagy sikere van, és ugye ezek a vizsgálatoknak az a lényege, hogy a rendelkezésre álló úgynevezett betegfogadás, betegvárakozási időt lecsökkenti, hiszen nem kell hónapokat várni rá, vagy a tüdőgyógyász főorvos asszonyunk a COPD szűrést végzi, de van mágnes rezonanciától kezdve a légzés funkciókig, ezt mondtam az előbb, vagy betegjogi felvilágosítás, tájékoztatás, látásvizsgálat, irisdiagnosztika, de próbálunk azért alternatív gyógyászatokat legalábbis diagnosztikai szinten behozni. A rendszeres mozgás, a sport fontos része életünknek. Ennek népszerűsítése érdekében szervezi meg minden évben kétszer a V8, mint sportintézmény ezt a rendezvényt. Most már így visszatekintve egy jó pár évre, azt mondanám, hogy sikeres, bár éppen érdekes volt, hogy ma reggel is összefutottam két olyan hölgyel, akik mondták, hogy hát ők még soha nem voltak itt a V8-ban, és akkor legalább most megnézik, többek között azért is jöttek el, nem csak az egészségnapra. Most már mindjárt itt van a nyár, dübörög az ajtón, milyen programok lesznek mostanában a V8-ban? Hát készülünk a gyereknapra meglepetésekkel, ezt inkább nem mondanám, csak annyit, hogy tényleg érdemes lesz eljönni kis és nagy gyerekeknek egyaránt, mert lesz kincskeresés, és olyan dolgokat próbálhatnak ki, amiket ugye azért évközben máshol nem valószínű. Június közepén indul a kertmozi, fenn a tetőteraszon, gyönyörű környezetben, rálátással az egész városra, és reméljük, hogy jó filmekkel. A következő egészségnap október 2. szombatján lesz. Addig is sok más érdekes programmal vár mindenkit a V8. A Szentendre ma adását látták, maradjanak továbbra is velünk. Hamarosan Fókuszban című magazinműsorunk következik. Hírmagazinnal legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk, addig is visszakereshetik műsorainkat a tvszentendre.hu honlapon, ahol friss híreket is olvashatnak, de csatlakozhatnak hozzánk a Facebookon is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!